Akár pénzbírságot is kaphatnak azok, akik kukákból gyűjtik össze a visszaváltható palackokat egy friss rendelkezés szerint. A szemetesbe hajított palackok és alumínium dobozok egyértelműen települési hulladéknak minősülnek, vagyis csak úgy nem szedheti össze bárki. Mostantól viszont ez a tevékenység büntethetővé válik. Erről beszélt a Beszéljünk Róla című magazin vendégeként dr. Bántori Gábor, Kiskunhalas rendőrkapitánya. A közterületre elhelyezett hulladékgyűjtő edények, azaz kukákba kidobott 50 forintos palackok, azok milyen jogállást képviselnek, ki az jogsértés, az valaki összeszedi. Igen, az jogsértés, mert a hulladékgazdálkodási törvényből levezetve ezt a helyzetet úgy kell értékeljük, hogy a közterületen és hangsúlyozottan közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényekbe kidobott 50 forintos visszaváltható üvegek, azok már nem uratlan dolognak számítanak, tehát nem magára hagyott tárgyak ezek, hanem onnantól kezdve, hogy belekerült a kukába, az a koncesszióval rendelkező, az a MOHU-nak a tulajdonát képezik, és egészen addig, amíg birtokában nem kerül, ez ő jogosult ennek a kezelésére. Magyarán mondva, hogyha valaki a köztéri kukákból, vagy közvetlenül elhelyezett hulladékgyűjtő edényekből kukákból kiszedi ezeket a palackokat, az tulajdon elleni szabálysértést, lopás tulajdon elleni szabálysértését valósítja meg. És innentől kezdve... nekünk intézkedési kötelezettségünk keletkezik, és ebben el kell nekünk járni. Kitúrják a kukát, és a számukra hasznos hulladékot azt összegyűjtik, a többit pedig ott hagyják a közterületen, szennyezve ezzel a környezetet, éhetetlenné téve lakóközösségek közterületeit, vagy éppen boltok környezetét is. Mi ezre próbálunk rámenni, és erre is fogunk rámenni. Az ilyen elkövetési magatartásokat fogjuk úgymond jutalmazni a magunk eljárásában.